Néhány hete még csak egy szál magyar honvédségünk volt, ma meg már ott tartunk, hogy megszámolni is alig tudjuk az országmentő szabad csapatokat. Sorra alakulnak a különféle gárdák, hagyományőrző egyesületek, nemzetőrségszerű csoportok. A legnagyobb vihar a magyar gárda körül alakult ki, amelynek szimpatizánsait Tom Lantos, a magyar származású amerikai politikus, gyakorlatilag megfenyegette, hogy soha többé nem utazhatnak Amerikába, ha gárdistának állnak. Szóval, amíg zászlóbontás előtt álló szervezet már túl van az első balhéján, jól lehet egyenruhájukat, kiképzésüket és jövőbeni akcióikat még titokövezi. Tegnap kora este az elhagyatott nyíregyházi lőtér eldugott szegletében, árpánsávos zászló tövében gyülekezik épp a nemzeti őrsereg. Egy már működő gárda egyenruhában, karszalagokkal, már létező feladatokkal és főleg létező tagokkal. A nyíregyházi szekció tehát már megkezdte működését. Nem úgy a többi még csak szárnyait bontogató társulás, vagy csupán ötlet, a napokban mégis róluk elsősorban a legnagyobb vihart kavaró magyar gárdáról szólt a heti nagy-nagy gárdasztori. Az biztos, hogy hisztériakeltés folyik ellenünk, alaptalanul. Vona Gábor, a Jobbik nevű párt és a magyar gárda elnöke. Valahogy átütötték az inger küszöbömet, hogy itt talán állj és ne tovább. Pintér Tibor, egyetemi tanár, a magyar gárda elleni petíció életrehívója. Nem szerencsés a név megválasztása, ezt azért mindenképpen hozzá kell tennem. Simicsko István, kereszténydemokrata képviselő, a Honi gárda létrehozásának kezdeményezője. Négy vagy öt gárda kezdett el megalakulni. Miért ezen verik el a port? Usztics Mátyás színész, a magyar gárda egyik alapítója. Úgy 10 napja robbant a hír, miszerint a sokak által meglehetősen szélsőségesnek tartott Jobbik nevű párt elnöke a párt mellett gárdát is elnökölt, mely, mint hírül adják, augusztus 25-én bontja zászlaját. Szám szerint 56 elszánt gárdistát avatnak majd itt a budai várban. Egészen konkrétan Fűr Lajos, az Antal kormány egykori hadügyminisztere adja majd át az okleveleket. Mondott olyan dolgot, ami úgy gondolom, hogy belevágott ebbe a témába. A lövészegyleteknek az alapítása, az, hogy a nemzeti önvédelemnek az erősítése, a fiataloknak a hazafias nevelése. Tehát ezek sorban mondott olyan dolgot, ami összecsengett a mi terveinket. És akkor fölkerestem őt személyesen, fogadott a Damjanics utcában lakásán, megkértem, és azt mondta egyből, hogy igen, és azóta is tartja ezt. Megindultak a találgatások, vajon miféle ügyet akar szolgálni egy ilyen egyesület, mire való az egyenruha, a lőgyakorlat. És reflektorfénybe kerültek más szervezetek is, a pécsi szívsebész pap professzor vezette Kárpát-haza nemzetőrség, aztán az évek óta áhított Simicskó féle honigárda, meg persze a nyírségiek is, szóval gárda, gárda hátán. Gárda, francia eredetű szó. 1. Testőrség. 2. Válogatott, kiváló katonai egység. 3. Valamilyen társadalmi szervezet vagy csoport legkiválóbb, legértékesebb része. 4. Azonos munkakörben együtt dolgozó, többé-kevésbé azonos korú és felfogású emberek csoportja. 5. Különleges fegyveres rendfenntartó alakulat egyes nyugati államokban. Az elnevezés nem szerencsés. A KDNP alelnöke a Magyar Gárda elnevezésű civil egyesületre utalép. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként még 2001-ben adott be országgyűlési határozati javaslatot, hogy legyen egy önkéntes tartalékos rendszer Honigárda néven, és úgy érzi, nem tesz jót az ő ügyének az összetéveszthetőség. Tartalékos rendszerre szükség van, hiszen nincsen hadsereg tartalék nélkül. Magyarországon jelen pillanatban nincsen tartalék, nincsen katonai nyilvántartás, nincsen összeírás, nincsen sorozás. Sok katonai szolgálattal együtt gyakorlatilag annak a megszüntetésével úgymond a gyereket is kiöntöttük a laborvízzel. Ugyanezt mondják, és ezért gondolják úgy, hogy akkor most ők kézbe veszik ezt a helyzetet. Már ki? A magyar gárda. Az a különbség, hogy ezt egy egyesület nem tudja kézbe venni. A visszergő ruhában félcipő van, a gyakorlóban meg bakancs van. A helyszín egy vágó stúdió, ahol épp Usztics Mátyás színész, a már is sokat támadott magyar gárda egyik alapítója oszlatja el a tévhitet. Hogy itt bizony ne fekete nyilas egyenruhás verő, hanem éppen, hogy szegény-legény egyenruhára gondoljon az, aki aggódik. Fekete nadrágot, fekete mellényt és fehér inget viselnek majd az ő gárdistáik, fegyverek és önkényuralmi jelképek nélkül. Tessék mondani, bejegyez-e a Független Magyar Bíróság egy olyan társadalmi szervezetet, amely fegyveres alakulatnak minősül? Ezt nem teheti meg. A magyar gárdában nincsenek fegyverek, és nem is lesznek. Harchoz! Szegény, drága, jó édes anyám! A fejekben többnyire terepruhás katonaként kiabáló színész a való életben tartalékos tiszt és komolyan veszi a rendet. Kedveli az egyenruhát, az alakiságot és a fegyelmet. Meg ne mozduljon, ne jöjjön ki a sorból, mert akkor nem tudja magát. Igenis, szükség van elkötelezett emberekre, akik megvédik a hazát. 2,5 óra alatt el lehet érni Belgrádból Budapestet. És nincsen erő, ami megállítsa, mert nincsen nehéz tüzérség, nincsen páncélség. A gárda se fogja tudni megállítani.
ha nincsen felfegyverezve. De talán nem olyan sétagalop az, amikor a hadsereg számíthat néhány száz, néhány ezer emberre, ha baj van. Jönnek! Azt mondja, hogy győztes, de ő nem nézi. A kemény parancsnok azonban érző szívű meserendező is egyben, nem örül a pánikkeltésnek és bizalmat kér, melyre saját személye a garancia. A látszatát is el kell kerülni annak, és el is fogjuk, hogy egy erőszakszervezet jött létre. Nem. Nem az jött létre. Az első leszek, aki föláll az asztaltól, ha ilyesmire fognak bennünket kérni. Akármilyen párt, vagy szövetség, vagy legényegylet, vagy teljesen minek nevezzük, hogy menjenek oda és verjék meg ezt vagy azt. Soha. Ez nem valami ellen van, hanem valamiért. És ez a nagy különbség. Tiltakozás a magyar gárda megalakulása ellen, mely a magyar hagyományok ápolása mögé bújva félkatonai... Valakit egyelőre semmi nem nyugtat meg, és komoly aggodalommal fogadja a Jobbik féle magyar gárda megszervezését. Bölcsészkar esztétika tanszékének tanára ezért petíciót fogalmazott, melyet az interneten továbbított ismerőseinek, akik aláírásukkal csatlakoztak. Hogyha fekete egyenruhába masírozunk, mindenfajta önvédelmi sportokat űzünk, és ezzel, vagy mindeközben a öreg néniket átsegítjük a zebrán és hadisírokat ápolunk, ugye ez nyilvánvalóan nem, nincs fedésben egymással. Most az a kérdés, hogy minek higgyen az ember annak, amit a reprezentáció mutat, a fekete seregnek, vagy pedig azzal, amit a társaság, az egyesület saját magáról állít. Pintér Tibornak ugyanis képzeljék, olyan régi képek merültek fel szemei előtt, mint amilyet láthattunk már egy azóta betiltott szervezet megmozdulásán. A 4 évvel ezelőtti felvételeken a Vér és Becsület nevű, magát kulturális egyesületnek nevező csapat összejöveteléből kaphattunk ízelítőt. Egyszerűen senkik vagytok! Hey! Hey! És hogy Pintér tanár úr nem az egyedüli, akinek ilyesmi képek derengenek fel. A magyar gárda létrejöttének hallatán arra jó példa, hogy a mai napig 2497-en fejezték ki aláírásukkal tiltakozásukat. Hogy talán nem kéne hivatalos avató ünnepséget rendezni a budai vár Szent György terén. De mi minden militarista hangulata a gárda színnak? Hazafias hangulata van, én azt mondanám. Hazafias kisugárzás, és ezt vállaljuk is. Az iménti képsoroktól maximálisan elhatárolódik Vona Gábor, a magyar gárda elnöke. A majdani helyszínen sétálva épp a díszőrség őrségváltásába botlunk. Itt sokan gyártottak egy rémképet, és ezzel a rémképpel elviaskodnak, de hát erről szó sem volt. Tehát én azt gondolom, hogy azt a fajta, nagyon sokat hallunk toleranciáról, meg egymás elfogadásáról, a liberalizmus értékeiről, hát akkor gyakorolják ezeket az értékeket velünk szemben is, és adjanak nekünk lehetőséget egyáltalán arra, hogy megmutassuk azt, hogy mit akarunk. Tom Lantos őrül. És határozottan kikéri magának, amit Tom Lantos, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának elnöke mondott még csütörtökön, miszerint a magyar gárda létrehozói őrültek, akiket nem szabad beengedni az USA-ba. Lantos személyesen garantálja, hogy lista készül ezekről az emberekről, és soha egyiküket sem engedik majd be az Egyesült Államokba. Hát, ezen én inkább csak mosolyognék, nem mintha terveztem volna, hogy az Egyesült Államokba utazok, de azért pont a, úgymond abból az országból érkezett ez, amely magát a demokrácia egyik ős hazájának tartja, és ilyenfajta durva beavatkozást egy független ország demokratikus jogaiba, alkotmányos jogaiba példátlan. Ilyen a nemzeti szocializmus és a kommunizmus ideje alatt volt. Egyel korábbi felajánlásával élve pedig, miszerint engedjék, hogy megmutassák, kik is ők valójában és mi a céljuk, beajánl a már létező, a már gyakorlatozó nyíregyházi testvércsapathoz, a nemzeti őrsereghez. Odautaztunk, megtaláltuk az elhagyatott lőteret, ám egyelőre nem jártunk sikerrel. Itt a fák mögötti elhagyatott lőtéren nagyban megy a gyakorlatozás, hiszen már csak 6 nap van hátra, és a nemzeti őrsereg itt Nyíregyházán is ott lesz a 25. avatáson, ahol az 56 magyar gárdistát avatja majd fel Fűr Lajos, az Antal kormány egykori honvédelmi minisztere. 2 napon át szerveztük az interjút, nagy érdeklődéssel és izgalommal jöttünk ide Nyíregyházára, ám az utolsó pillanatban a nemzeti őrsereg parancsnoka és tagjai lemondták az interjút, és nem engedték bekapcsolni a kamerát. Azt mondták, várjuk ki azt a 6 napot, addig nem kívánnak megnyilatkozni. Maradt tehát továbbra is a találgatás, milyen az ő egyenruhájuk és melyek az ő céljaik. Mint mondották, ez tehát majd 6 nap múlva kiderül. A TV2 naplójában Pap Gergely riportját látták.